Magyarország északkeleti részén, a mézédes források földjén, Tarcalon, a Tokaj-hegy dűlőin fedezhetjük fel a bazilikus szőlőbirtok varázslatos tájait. Úgy tartják, ha valaki megkóstolja a bazilikus borait, az lelket melengető mesére talál bennük. Fejtsd meg e tüzes bor természetét, és merülj el könnyed, virágos illatában. Meglásd, mint ahogy a vulkánból feltörő magma éri el a csúcsot, úgy mutatja meg lassanként valódi értékét ez a dűlőszelektált száraz bor. Vannak borok, amelyeket ünnepi alkalomra készítünk. Persze ez különleges dűlők kellenek, különleges séveratok, különleges szőlők. Tavaly évben, amikor megvásároltak ezt a dűlőt, még nem tudtuk, hogy milyen bort készítsünk belőle. Tudtuk, hogy a dűlő jó, tudtuk, hogy vulkanikus talaj, nyirok-talaj, gazdag bort fogadni. Azt mondták, hogy nagyon jól azusodik itt a szőlő. Gondoltuk, hogy érdemes kipróbálni ezt nekünk is, és október közepén szüreteltünk szárazbornak való szőlőt, de láttuk már, hogy éppen-éppen, hogy ki fog erjedni, és így is történt, magas alkoholtartalommal, magas beltartalommal, egy nagyon gazdag bor készült belőle. Nem mindennapi bor, úgy kell értékelni, mint egy nagyon nagy furmint bort. Korábban az ünnepek bora mindig az édes bor volt. Borkedvelők, a borfogyasztók egyre inkább elmozdultak abban, hogy száraz bort is igyunk ünnepekre. Ünnepekre száraz bort inni, ahhoz kell keresni egy bort is. És ez a bor egy ilyen bor, amit könnyen megtaláltunk, mert nagyon gazdag, nagyon tüzes, mindenki által szerethető száraz bor. Kevesen ismerik igazán a tokai szőlőket, és még kevesebb azok száma, akik hallják is meséiket. Pedig ahhoz, hogy megismerjük Tokaj-hegy alját és a minőségi kézműves tokai borok igazi mi voltát, hallanunk kell, mit üzennek a palackba rejtve. Éld újra Tokajt! Egészségedre!